Sziasztok, jó reggelt! Most éppen 10. hó 17-e, 7 óra 50 perc van, és ez lesz az Energia Percek első adása. Ez egy sorozat, amit én is elindítok itt a csatornámon, azért, hogy néha beszámolhassak róla nektek, hogy mik a tapasztalatok ezzel az off-grid, azaz szigetüzemű napelemes rendszerrel, amit ide beállítottunk. Ha jól emlékszem, akkor 12 nappal ezelőtt indítottuk el a rendszert, és nézzük is meg, hogy azóta mennyit termeltünk. Jól látszik, hogy most kapcsoltam be még csak a napelem stringeket, azért, mert én nem szeretem, hogy éppen mindig átváltogat, tehát ilyen, amikor megjelenik a nap már reggel, akkor ugyan tudja eldönteni, hogy most akkor van napelem, vagy nincs napelem, ráterhel, akkor ugye leesik a feszültség, és mindig kibe kapcsolgat, tehát ezért én leszoktam kapcsolni a napelem stringeket már éjszaka is, mert ott is ezt teszi, sajnos, hogy nem tud dönteni, majd utána reggel is ezt szoktam tenni, hogy ilyen 7-8 környékén kapcsolom be a napelem stringeket. Ezt egyszerűen egyelőre még a szakaszolóval teszem meg, de hamarosan beszerzek majd legalább egy DC kis megszakítót, és azzal is lehet majd ezt menedzselni. Na nézzük is meg, tehát ma éjfél óta 1 kWh-t fogyasztott, ez 7,5 óra alatt. Tehát egy teljes éjszaka alatt, ugye most már hosszabbak az éjszakák, ezért egy teljes éjszaka alatt olyan durván 2-2,5 kW, ami elfogy az akkumulátorokból. Jól látszott azon is, hogy ilyen 51 volt környékéről indultunk nyugalmi feszültségben, és 1 voltot esett csak, tehát 50 voltnál vagyunk. Ez még mindig 12,5 voltot jelent, hogy 12 voltra szeretném átszámítani. Ez egy 48 voltos rendszer. Igen, ez is fontos információ, hogy ez egy 8 kW-os inverter, jelenleg 10 darab 450 wattos tábla van fönt, tehát 4,5 kW van mögött a napelemből, és így tudja ezeket az adatokat produkálni. Egy 48 voltos targonca akkumulátoron mögé téve, mint energiatároló, 775 amperórával, ami körülbelül a 37 kWh-nak felel meg. Nyilván nem veszük ki belőle, tehát nyugodtan számolhatunk egy ilyen 25-28 kWh-val, amit ez az akkumulátorpak el tud tárolni. Na menjünk is tovább, hogy mennyi volt ebben a hónapban a termelésünk, ugye itt ő 0,1 megawattot mutat. Nézzük is meg a teljes termelést, ugye ebben az évben 0,1 megawattórát termeltünk, és szintén a kivétel is 0,1 megawattóra. Hát ez egy érdekes szám, mert eleve nem egyezhet a kettő. Tehát vannak veszteségeink, erről is majd sokat fogunk beszélni, hogy egy off-grid rendszer, ez jelenleg egyáltalán nincs összeköttetésben a hálózattal, pedig tudna kiegészítő hálózatos üzemmódot is, de nincs rá szükség, mert egy akkora akkumulátorpak van mögötte, ami miatt nincs arra szükség, hogy a hálózaton is jelen legyünk, és onnan kiegészítsük, hogyha szükséges. Tehát ez mindent megold a napelemekből, és éjszaka vagy, amikor nincs napsütés, ez alatt a 10 nap alatt, ha jól emlékszem, akkor 12 napja működik a rendszer, ez alatt soha nem volt rá szükség, hogy ki kelljen egészíteni, bár voltak azért felhős, ködös időszakok is, egyre lejjebb jár a nap, egyre kevesebb a termelés, tehát egyre nagyobb szükség lenne rá, hogy a maradék 6 darab napelemet is föltegyem, és még azt tervezem, hogy 2 darabot vásárolok hozzá. Ugye most tölti az akkumulátor, tehát 52,3 volt az, ami az akkumulátorban van. Kimenő teljesítményünk 4 watt, ugye itt van a frekvencia, 230 voltra állítottam. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hány voltra állítsuk a kimeneti feszültséget. Én 230 voltra állítottam, viszont Levente azt mondta, hogy ő 240-re állította méghozzá azért, mert magasabb feszültségen kisebb amperek közlekednek, tehát az áramerősség az kevesebb lesz, így a vezetékek melegedése és minden más egyéb ilyen problémát az ki tud ezzel küszöbölni. Én akkor is maradtam a 230 voltnál. 10 amper, amivel most tölti jelenleg az akupakot. Itt lenne ugye a kettes stringünk, ami még nincs bekötve. Itt pedig az egyes string. Most jelenleg pont 8 óra, akkor 533 volt jön be. Ezzel töltjük most az akkumulátort, ez tök jó. Addig, amíg ez nem megy följebb, tehát nagyon fél 10 környékéig, amikor már bejön azért a durván 2 kW, addig nem nagyon szoktam terhelni, hagyd töltse szépen vissza az akkumulátort. Mindig az legyen az elsődleges, hogy amit kivettünk az akkumulátor pakból, azt azonnal töltsük vissza. Itt nagyon minimális mértékben használjuk az akupakot. Ez a targonca akkumulátor, ez arra van elkészítve, hogy mindig teljesen lemerítsük, tehát durva egy 50-60%-ot kivegyünk belőle, de maximum 20%-áig merítjük, és
utána azonnal elkezdjük visszatölteni, lehetőleg egy húzamban kellene tölteni. Tehát érdemes arra is odafigyelni, hogy amikor használjuk az inverterből és a rendszerből az áramot, akkor mindenképpen maradjon arra is, hogy közben az akkumulátort azt töltse, és ne kelljen hozzányúlkálnia napközben az akupakhoz, mert ebben az esetben megszakad a töltés, ez annyira nem jó az akkumulátornak. Tehát az lenne jó, hogyha folyamatosan vissza tudná tölteni az akupakunkat. Tehát amint említettem, ezt az akkumulátort arra találták ki, hogy folyamatosan nagy energiát vegyünk belőle ki, és teljesen lemerítsük, vagy legalábbis nagy mértékben le kell lemeríteni, és most úgy használjuk, hogy néhány kilovattórát veszünk csak ki napi szinten. Ez addig lesz, amíg ilyen szép napos időnk van. Úgyhogy nagyon nagy szerencsém van, hogy amíg nem szereltem fel a rendszert, addig ködös felhős idő volt, eső volt, és most pedig nagyon szép napos időnk van. Na akkor menjünk is tovább, hogy mi jön be voltban. Na ez a probléma. Ugye a legtöbb rendszer, a kisebbek, az 5,5-5,6 kW-os rendszerek, azok 450 volt a maximális feszültség, amit tudnak fogadni. Ennél a készüléknél 500 voltban van ez meghatározva, és 350 és 450 között kell, hogy legyen a napelemek feszültsége. Itt most 10 darab napelem, 450 wattos napelem van sorba kötve. Ezek egyenként a rövidzárlati feszültségük az 49 volt. A rövidzárlati feszültség azt jelenti, hogy ha megmérjük őket egy mérőműszerrel, úgyhogy le van szépen téve a nap felé, akkor ez a 49 volt az, amit mutatni fog a műszerünk. Ez egyébként ilyen 41-42 volt az úgynevezett munkaponti feszültségük, ami azt jelenti, hogy amikor működés közben vannak, akkor biztos észrevettétek, hogyha bedugjátok a konnektort és egy nagy fogyasztót, mondjuk egy hősugárzót elkezdtek működtetni az otthoni hálózatról, tehát az áramszolgáltatótól bejövő hálózatról, akkor ott is leesik a feszültség. Itt is ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha megterhelném ezt a hálózatot most egy 2000 watttal, mondjuk egy vízforralóval, akkor itt is leesne jelentősen a feszültség. Tehát itt, amit most látunk értéket, az is már a terhelt feszültség egyébként. Tehát, hogyha tele lenne az akkumulátorom, akkor ez a feszültség magasabb lenne. És ezzel nagyon vigyáznatok kell, mert hogyha ez meghaladja a készülék általi maximumot, akkor tönkre is tehetitek az invertert, illetve nem tesz jót az inverternek. Elméletileg ez az inverter is a 600 voltot is elviseli rövid ideig, viszont ha folyamatosan 600 volton lenne a feszültségünk, akkor egészen biztos, hogy tönkre megy. Jellemzően itt is a 80%-os szabály az, ami működik, tehát maximum 80%-áig terheljük ki. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy 8 kW-os invertert 7,2 kW-ig terhelünk, és a bejövő napelemek mennyisége is nagyjából ennyi legyen. Így én most direkt teszteltem ezzel a 10 darab napelemmel, és arra a következtetésre jutottam, hogy 9 darab lesz neki az ideális. Tehát 18 darab összesen két stringen. Nézzük is meg, most már elég szép energia bejön szerintem. Ugye AC input az nincs természetesen. 2,1 amper jön be, és 898 watt, tehát majdnem 1 kilowattal tölti most az akkumulátort. Most már 900-at szépen menni fog fölfelé, és 8 óra 4 perc van. Nem sokára el fogja érni egy másfél kilowattot, és mondom, én úgy láttam, hogy ilyen 10-30 környékén már belekóstolunk a 3 kilowattba is, és volt, hogy 3,9 kilowattig is fölment a rendszer. Egyébként ez a Watch Power applikáció, amit alkalmazni lehet. Érdekes, hogy Levente Inverteréhez egy más applikáció szükséges, viszont hogyha megnézzük, akkor tök ugyanígy néz ki. Tehát csak más a neve, és nem nagyon fejlesztik. Viszont van egy nagyon hasznos funkciója, ez a kis grafikon, amin lehet látni, hogy mennyi volt a betermelés, mennyi érkezett be a energiából. Viszont itt nem tudok egy másik napot választani. Ez viszont érdekes. Majd erről sokat beszélünk az applikációkról, és ebben az energiapercekben majd beszélni fogunk a készülékeink fogyasztásáról, beszélni fogunk a napelemrendszernek az átalakításairól, ugye már ez alatt a 10 nap alatt is rengeteg átalakításon esett át. Át fogom variálni a napelemtáblákat is. Na, de be is fejezem, mert nem szeretném, hogyha nagyon hosszúak lennének ezek a részek. Maximum 10 percesre tervezem egyébként egy-egy rész hosszát. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!